Akár 80 ezer forintot is fizethet egy kétgyerekes család a szeptemberi tanévkezdés előtt a tanszerekre és a kiegészítőkre. Bár a tankönyv a diákok nagy részének ingyenes, az egyéb iskolai felszerelések, füzetek, táskák nagyon sokba kerülnek, főleg, hogyha több gyerek van a családban. Hogy mennyi is az annyi, arról Szoper Zsófia pénzügyi tanácsadóval és Benzsai Réka három gyerekes anyukával beszélgetünk. Kezét csokolom, jó reggelt, sziasztok, köszönjük szépen, hogy ilyen korán itt vagytok, még ha vakáción, akkor is fel kellett kelni. No hát, Réka, önöknek átlagosan mennyibe kerül egy iskolakezdés? Hát nagyon spórolva, úgyhogy táskákat, toltartókat nem veszünk általában, így 60-70 ezer forint alatt nem ússzuk meg. Ez reális ez az ár? Teljes mértékben. Tavaly én is visszairatkoztam például az iskolába, úgyhogy nekem nem kellett venni iskolatáskát, toltartót, semmi olyan extra dolgot, 17 ezer forint volt, amit ott hagytam a papírboltba. Önök ilyenkor egyébként spórolnak a nyáron arra, hogy az iskola kezdésre, vagy mondjuk augusztus környékére, nem tudom, mikor kezdik az iskolai bevásárlást egyébként, hogy legyen elegendő pénz ahhoz, hogy a három gyereknek mindene meglegyen szeptember 1-ére? Egyrészt odafigyelünk, igen, folyamatosan, másrészt amikor belépek a papírboltba, akkor spórolok, illetve az, hogy hiába szeretné, hogy a mintás elejű borítójú füzetet vegyem meg, nekünk tökéletes a matek kockás előlap, illetve a középár kategóriás kiegészítő technika dobozos, rajzdobozos termékeket nézve is inkább lefelé tendálunk, míg a minőséget azért. Igen, de mi van akkor, hogyha itt a srácok mondjuk, vagy a leány azt mondják, fiúk, nem tudom, van nálatok mikrofon, hogy mondjuk ti Star Wars-os toltartót szeretnétek, vagy olyan füzetet, amin David Beckham, vagy nem tudom, Lionel Messi van az elején, az nyilván sokkal többbe kerül. Igen. Van ilyen, hogy anyának ilyeneket mondtok, kértek tőle? Hát szoktuk neki mondani, néha megkapjuk. Valamikor. Hát legalább néha megkapjátok. Egyébként hol tudnak a családok leginkább spórolni ilyen tekintetben? Ugye említettem, hogy lehet örökölni, és mindjárt megkérdezzük a gyerekeket, hogy mennyire vigyáznak a tanszerekre, pontosabban a kiegészítőkre, hogy hogyan lehet örökölni a családban. Szóval hol lehet spórolni? Nagyon sok minden függ attól, hogy milyen minőséget és milyen áron, illetve hol szerzik be akciók, kuponok, minden egyéb, illetve vannak a különféle bőrzék, ahol ugye gyakorlatilag a kinőtt ruhaneműt, iskolatáskát és minden egyebet lehet használtan megvásárolni. Ott például szintén lehet spórolni, nyilván nem minden gyermek szereti fölvenni a más által levetett holmikat. Így családon belül hogy van? Nálatok van olyan, hogy azt a pólót, azt a tornacipőt az utánat következő fiú, feltételezem, hogy a leány nem, de megörökli? Igen. Tehát anya téged tudatosan nevel arra, hogy vigyázz ezekre a dolgokra? Igen. Valamikor én is megöröklöm a Rebi néhány dolgát. Szoktatok vigyázni ezekre a dolgokra? Tortaltot nem firkáljátok össze, nem tudom én, az egyéb ilyen dolgok, technika dobozba nem raktok be olyan dolgokat, amik utána már kivehetetlenek belőle? Hát mindenki próbálunk rá vigyázni, de sajnos az idővel ezek kigobnak, és nem megfelelő minőségűek lesznek. Hát egyrészt el is hiszem, másrészt pedig például csak a technika doboz, az, hogy is néztük mi, hogy több tízezer forintba kerülhet, igen, hogyha mindent belerakunk, amit az osztályfőnök vagy a technika tanár elvár. Igen, és annak a döntő többséget nem is igen fogják majd használni évközben. Tényleg? Tényleg van olyan? Van. Komolyan van. Mondjátok, hogy van. Tele van a technika doboz, és nem használjátok a nagy részét annak, amit egyébként hát évelején kértek? Azt mondom, nagyon ritkán. Szóval azért tényleg minden van benne, ebből kifolyólag mondjuk lehet, hogy a temperához csak egy évben ötször nyúlnak hozzá, de ettől még kell, hogy ott legyen. Illetve ezért van az, hogy inkább az ember odafigyel, hogy egy picit jobb kategóriát vegyen. Egyrészt, hogy az tényleg fessen is, mert van egy csomó olyan termék, amit nem is értem, hogy lehet a piacon, mert hiába dolgozik vele a gyerek, a rajzlapon nem látszik meg a munkája. Másrészt most ő negyedikes lesz, és még nem kell új temperát vennem neki. Úgyhogy így tudunk spórolni, hogy egyrészt ő jól visszatekeri a tetejét, és vigyáz rá, másrészt egy picit a papírboltban odafigyelve, hogy melyiket veszem meg is. Hát Rékeik nagyon előreálltak, legalábbis úgy tűnnek, Zsófia, nem tudom, ön mennyire veszi ezt le. Én azt gondolom, hogy mondjam, nagyon célzatosan próbálnak a tanszerek tekintetében felkészülni. A szülők egyébként jellemzően így működnek, vagy úgy működnek, hogy hirtelennyében leszakad az ég, ja Istenem, mindjárt iskola kezdés, és még nincs nem, meg a toltartó. A nagycsaládosok igen, én magam is nagycsaládos gyermekként nőttem fel, és nálunk is ugyanez volt, hogy egymásnak adtuk, vigyáztunk egymás holmiaira, megörököltük, de ahol általában egy-két gyermek van, meg még nyáron akár el is mennek nyaralni, ott ténylegesen az van, hogy utolsó utáni pillanatban, nem egyszer még szeptember 1-én, meg 2-án szerzik be a kötelező holmikat a szülők.
Van olyan lehetőség, hogyha mondjuk nem szeptember 1-én, 2-án szerezzük be az utolsó hétvégén, pontosabban az már a tanévkezdést követő első hétvége lesz idén, akkor, hogyha mondjuk már júniusban elkezdünk vásárolgatni, akkor olcsóban jutunk hozzá, vagy ez egy illúzió? Vannak akciók, én azt gondolom, hogy többször kevesebbet kiadni könnyebb, mint egyszerre nagyot. Meg lehet oldani, figyelni kell, nyilván az is egy ismert történet, hogy a legnagyobb áruházláncok gyakorlatilag egész augusztusban, illetve augusztus utolsó hetében hatalmas akciókat hirdetnek az iskolakezdésre, sokan addigra már túl vannak a beszerzésen. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük.